Az eredeti bajnokok ligája serleg mellett tartotta sajtótájékoztatóját az AV19 menedzsmentje. A trófea azt a sorozatot szimbolizálja, amelyre először vívta ki a részvétel jogát a kék-fehér együttes, köszönhetően az előző parádés szezonnak, amikor is az osztrák liga döntőjébe jutottak. BL-ben szeptember 1-én a Lions Zürich, 3-án a címvédő Rögle Angelholm látogat az ifjabb Ócskai Gábor jégcsarnokba. Egy kiugró szezont produkálni azért az benne a pakliban, az előfordulhat, de tartósan a top csapatok között lenni azért az nehéz lesz, de én úgy gondolom, hogy pont azért is szerettük volna a csapatnak a nagy részét egyben tartani, ami hál' Istennek sikerült is, és olyan játékosokat keresni hozzájuk, akik segíteni tudnak abban, hogy a szintet legalább meg tudjuk őrizni, hogy meglegyen a lehetőségünk erre. Hát abszolút ezt szeretnénk mi is. A siker kovácsa a vezetőedző Kevin Konstantin, aki továbbra is a csapat élén áll, azzal együtt, hogy immáron a nemzeti válogatottat is irányítja. We have some new players, so we need to spend time to get them. Igyekszünk beépíteni az új játékosokat, mondta a Volán edzője, ugyanakkor arra is odafigyelünk, hogy a fiatalok is lehetőséget kapjanak, akik kulcsemberekké is válhatnak a szezonban. A BL szereplés miatt korábban kezdjük a felkészülést, de alapvetően ez az időszak ugyanarról szól, mint egy évvel ezelőtt, hogy a lehető legjobban hangolódjunk az idényre. Hogy mi a célunk? A személyes mottóm az, mindig legyél annyira jó, amennyire csak tudsz. Mindig a legjobbat kell nyújtanunk, zárta mondandóját a mester. Nem csak a jégen, azon kívül is komoly kihívások előtt áll a klub, az energiaválsággal is meg kell küzdeniük. Igyekszünk emellett úgy gazdálkodni, és máshol majd esetleg a gazdálkodásunkat racionalizálni, ami nem lesz egyszerű, hogy ezeknek is megfeleljünk. Nyilvánvaló, hogy ehhez szükségünk lesz arra, hogy a támogatóink mellett, akik hála Istennek döntően mellettünk maradtak, majd ezen a piacon, ezen a területen új ügyfelek, új támogatók, új szponzorok után nézzünk, illetve vonzunk magunk mellé. A Hidrofehérvár AV19 két felkészülési mérkőzést játszik, jövő pénteken a Klagenfurta, augusztus végén pedig az Olimpia Ljubljanával.